Miklóshoz bárkinek kérdése nincs, akkor István a Kultúrás Bizottság ülésért négyszeres adja a tájékoztatást. Bemondottam, az első napirendi ponton kívül, ami a civil pályázatok elbírálását illette, volt még három napirendi pontunk. A második a Pollak emlékszoba kialakításának részletei. Most már annyira konkrétizált a dolog, hogy a két rendezővel, vagy berendez Berényi úrral, meg Szepesi Andrással, akik ott voltak a helyszíni bejáráson is, adtak egy árajánlatot, ami 150 ezer forint plusz áfa volt, ami magát a kiállításnak az installálását és az anyagot jelenti árban. A nyomdai költség, a két árajánlatot kértünk be, egyet a Berényi úr, egyet meg az Almási kért be, és abból a jobbikat választottuk, az 5 mm-es lapra helyezett fényképeket, mert az stabilabb abban a konstellációban. És összességében azt akarom mondani, hogy bruttó 420 ezer forintra jött ki, kiszámoltuk Böbével meg Zolival közösen. Többször körbefutottuk, ha meg akarjuk csinálni, akkor szerintem ezt meg kellene. A Kulturális Bizottság javaslata, a határozati javaslat, egyhangúan elfogadtuk, hogy a Pollak emlékszoba kialakítására felmerült nyomdai, grafikai és munkadíjról készült 420 ezer forint árajánlatot egyhangulag támogatja és ajánlja a képviselőnek elfogadni, hogy minél hamarabb tudjanak neki fogni a munkának. Erre várunk. Erre. Hogy akkor erről kellene határoznunk, hogyha nincs más javaslat. És akkor mennék tovább. Tehát volt a Kultúrás Bizottság elnök által elmondottak alapján egy hatalmi javaslat. Van egy kérdés a bizottság elnökhez is, akkor szeretnék javaslatra bocsátani, hogy magunk is részletünk ezen, tehát ismerjük a történetet, és ennek a költségvetési sorát megtaláltuk, és azt mondom, hogy tisztelt a javaslat a képviselő társadalomnak, hogy a Kultúrás Bizottság javaslat alapján utó 420 ezer forinton a Pollák emlékszoba kialakítását támogat szívesen. Igen, még annyit zárójelben, hogy Adrival is beszéltünk, és ő is mondta, hogy megvan ennek a fedezete végül is. Jó, harmadik napirendi pontként a helytörténeti kiállításról beszéltünk, mint már sokszor. Sok képviselőtársam is itt volt, és abban maradtunk, hogy a elkövetkező május 1-én mindannyian ott leszünk. Ott lesz a helyszín, tudnélik a Szigeti Majálisnak, a faluház és környékén. Innentől kezdve a részleteket megbeszéljük. Szerencsére itt voltak Vegrosza Gyuláék is, ők is szabaddá tudják tenni, akkor ott leszünk mindannyian. Az alpolgármester úr is, gondolom képviselők is, polgármester úr is, és akkor meg tudjuk nézni, mit lehetne gyorsan és frappásan csinálni. Annál is inkább, mert hogy most már van, ahol eltegyük a tárgyakat, ott lesznek Gyuláék, fejcímkézik, mi az, amit ki kellene dobni, egy festés, és akkor valahogy kezdjünk el, hogy mondjam, csak tegyünk pontot a végére ennek a helytörténeti kiállításnak. A negyedik napirendi pontként a tavaszi nyár elejé programok, akkor mindjárt itt vissza is utalok a Szigeti Majálisra, amit idén Tahitótfalu rendez. Ugye még három település vesz részt, Monostor, Surrány és Kisoroszi. Ennek a programja a plakátokon látható, megtalálható, gondolom látta mindannyiatok. Ami úgy lesz, hogy 10 órakor egy májusfaállítás, ugyanakkor kezdődik a szigeti települések csapatainak főzőversenye, 11 órakor egy ilyen parasztolimpia a szigeti település csapatainak vetélkedésével, 1 órakor eredményhirdetés, fél kettőkor vendéglátás, közben 10-től 4 óráig a régi idők világa, népi játszótér és család minden tagján számára. Úgyhogy főzés lesz, részleteket majd megbeszéltük, minden látogatót szeretettel várunk, úgyhogy ennyit a Szigeti Majálisról. A civilek jönnek főzni, nem kötelező jelleggel, hanem beszéltünk erről is, hogy aki akar és éppen ráér, azok kapnak az önkormányzatot 10.000 forintot, és akkor főznek ott valamit. Ugye a versenyszámban, amit a négy település főz, az egy gulyás lesz, és annak az alapanyagát azt a településünk állja, a húst és az alapanyagot, ennyit, azt kialakul, szép lesz, jó lesz, jó idő lesz, ahogy hallottam a híradások, úgyhogy
szeretettel várunk mindenki. A másik, ami június 4-ét illeti az összetartozás napját, az is egy fontos esemény lesz, annál is inkább, hogy esélytelepülési szerződést kívánunk aláírni a nyárad magyaros, az Erdély nyárad magyarosról. Amit úgy fog összeállni, hogy megbeszél a képviselőtársaim, mert ugye, hogy június 4-e idén hétfőre esik munka napra, és azért beszéltük azt, hogy jó lenne ez június 3-án megrendezni ezt a napot, mivel hogy akkor Isten tisztelet után át tudnánk vonulni a emlékműhöz, és onnan a faluházba, ahol aláírnánk a testvértelepülési szerződést. Ez úgy néz neki, hogy szombaton délután érkeznének meg, én is beszéltem most már a nyelvmagyarosiakkal, Bataferékkel, már régebben a délvidéki tótfalusi testvértelepüléssel, ők is tudnak jönni és szívesen részt vennének. Itt 5 szeméről van szó, a már meglévő testvértelepülésről, és körülbelül 6-an jönnének a nyárát magyarosiak. Itt még hivatalos levélváltás nem volt, de így tudjuk, így beszéltünk meg telefonon. De majd meg lesz. Éppen mondtam Katinak, polgármester úr, hogyha majd elküldjük ezt a levet, akkor kérjük el ezt a zászlónak az elektronikus, hogy tudjuk kinyomtatni arra az időpontra. Szombati érkezés az itt lenne, ugye a 2-án, akkor itt polgármester javaslatára fogadnánk a polgármesteri hivatalba, és akkor mindenki elmenne utána a családoknál. A lényeg az, hogy családoknál lennének elszállású a vendégeink, hát ezt meg kell oldjuk. Ezt most nem megy bele részletekbe, de majd megbeszéljük, hogy ki, hogyan és kinél fog elaludni. A vasárnapi program pedig úgy néz neki, hogy 10 órakor istentisztelet református templomban, onnan 11 órakor átvonulnánk a trianoni emlékműhöz, ahol a megemlékezés zajlana, és 12 óra magasságba visszamennénk a faluházba, és ott írnánk alá az ünnepélyesen a testvértelepülési szerződést, utána egy közös ebéd lenne ott, beszélgetés, és ez lenne a vasárnapi program. Tulajdonképpen hétfőn meg, hát itt vagy valahol búcsúztatnánk, és akkor indulnának haza hétfőn. Ez lenne egy nagy vonalban a június 4-i program, ami végül is a fő gerince az 3-án lezajlan. Úgyhogy ez a tavaszi programokra, a polgármester úr, amit tudott, egy pár szó az EPE Fesztiválról elmondott, azért nem szeretnék most hozzászólni, úgyhogy nagyjából ennyi volt. Ami mi részünk utazottságnak, hogy szeretnénk a 20. EPE Fesztiválon egy sátorba a helyi művészeket megszólítani, és egy-egy standdal, vagy amikor bejönnek a válaszok arra, hogy ki szeretne részt venni, vagy hány képpel is, akkor olyan sátrat választanánk, hogy mindenki méltóképpen tudja kiállítani az alkotásait a 20. EPE Fesztiválon. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Ugye pénzügyi bizottság ülés nem volt, de jövő héten lesz. És... tessék? Vagy jövő hét után, bocsánat. Jövő hét 8-a. Így van, 8-án. És lesz ugye a kötelezően tartandó határidős a zárszámadás. Így van, tehát 2 is lesz. És ott egyébként az egyik napirendi pont az EPER Fesztiválval kapcsolatos beszámoló. És ott majd kitérünk erről a dologra, mert ma bekértünk sátorbérlésre vonatkozó dolgokat, tehát ezeknek a költségfedezetét még meg kell vizsgálni, mielőtt lépnénk, mert hát igen magas tételek vannak, és ennek még egyelőre nem látom. És hát ennek a tárgyaknak az elhelyezését, attól függ, hogy ki mivel akar részt venni, itt értékes tárgyak van szó, tehát ennek a őrzés, védelme is egy külön kihívást jelent, de ezt majd a bizottság ülésen megnézzük, hogy ennek a költségkerete az megvan-e, mert még 3 potentált szponzor az még egyelőre nem válaszolt, és jövő héten most már le kéne zárnunk, mert plakátot kéne készíteni. Tehát itt némi programelemeket már így is kivettünk, de a bizottság ülésen ott még pénzről, illetve tartalomról van szó, és arra kérnék mindenkit, hogy minél többen legyünk ott a pénzügyi bizottság ülése, hogy ezeket át tudjuk beszélni, mert fontos kérdésekről kellene dönteni. Én azt gondolom, hogy a
a június 4-jel kapcsolatos ünnepséggel kapcsolatos dolgunkat, az pedig hát elsőjén lesz idő megbeszélni, hogy akkor ki kit lát vendégül, de szerintem a kereteket leraktuk ezen a héten a bizottság ülés, hogyha mindenki azt gondolja, tudja, egyetlen mondatot szeretnék pontosítani, tehát nem a civilek részére, a civil szervezetek részére adunk 10.000 forintot, tehát hogy férjét is ebből nehogy származzék. Hát a civil szervezetek a civilekből áll. 6.000 fős településen az igen, jelentős mértékben. Egy pillanat, annyit szeretnék még Miklóshoz csatlakozván, hogy ha nem, elhalkult neki, tehát se volt csak. Hogyha jó lenne, hogy a posta fölötti épület, ha meg lenne ilyenkor, például tudnánk vendéget fogadni, én csak átgondolásra ajánlom a testületnek, hogyha idén mindenképpen megcsináljuk azt a szobát, hogy nem lehetne-e esetleg június 4-ére, vagy ha mindenképpen pénzbe kerül. Ez csak átgondolásra kerül. Sajnos. Az a baj, hogy ott a csempézés, meg az egyéb, tehát nem lesz kész. Jó, ez csak azért... Nem, sajnálom is, elférnek sokan. Nem akartam belemenni, csak mondom, jó lett, lenne ilyen szempontból is. Csak csatlakozni akartam, hogy jó lenne előbb-utóbb megcsinálni. Köszönöm szépen, ennyit szeret. Nagyon szépen köszönöm. Akkor mehetünk tovább. Erzsi, neked jövő héten kedden lesz, tehát ott, akkor ott meg tudjuk ezeket a ügyeket beszélni. Kati, amit visszamehetünk a elejére, vagy menjek végig most már? Tessék? Igen. Igen, az elmúlt héten rendkívül testületülésen tárgyaltuk az egészségház kérdését, és itt nagy tisztettel szeretnék a képviselő társaimnak egy hatályi javaslat törlésével, illetve egy hatályi javaslat alkotásával kapcsolatosan. Leírtuk az előterjesztésben, hogy itt történt egy formai hiba, hogy a döntésünk ne legyen későbbiekben megtámadható, így korrektúrát hajtottunk végre a ügyvédi iroda közbenjárásával, és ennek megfelelően a pályázat eredménytelenséget hozó hatályi javaslatunkat hatályon kívül helyeznénk, és ezt követően pedig egy formailag más tartalommal rendelkező hatályi javaslatban ezt gyakorlatilag kvázi megerősítenénk, csak egy más formai környezetben és más részletes tartalommal. Ezt egyeztettük. Tehát azt szeretném kérni tisztelt képviselő társaimtól, hogy az előző alkalommal hozott hatályi javaslatunkat helyezzük hatályon kívül az ismertett dolgoknál fogva. Kérdés, aki tudja támogatni, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, hogy hamarabb elfogadtuk, és ezt követően pedig a második, megvan, Orsi? Megvan. Azt olvast fel, betenné nekem azt a kedvességet, hogy ezt felolvasnád. Igen. Határozati javaslat az eljárás eredményéről. Tahitott falu község önkormányzata. Ajánlatkérőnek az építési beruházása az 1818/2016. december 22-i kormányhatározat alapján megítélt támogatás felhasználására vonatkozóan második részben elnevezésű a közbeszerzésekről szóló 2015 évi 143-as törvény, bocsánat, a továbbiakban KBT 115 szakasz 1-es bekezdése szerint nyílt közbeszerzési eljárásban felállított bírálóbizottság az alábbi határozati javaslatot terjeszti egyhangú szavazattal az ajánlatkérő elé. Az értékelési jegyzőkönyvben leírtakra figyelemmel a bírálóbizottság azt javasolja az ajánlatkérőnek, hogy az első rész vonatkozásában figyelemmel arra, hogy az eljárás eredményessé nyilvánításához szükséges többletfedezetet nem biztosítja,
Az eljárás a KBT 75 szakasz 2-es bekezdés B pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek, az ajánlatok KBT 69 szakasz szerinti bírálata nélkül. 2-es pont. A második rész vonatkozásában pedig az eljárást a KBT 75 szakasz 1 bekezdés A pontja alapján nyilvánítsa eredménytelennek, figyelemmel arra, hogy a második rész vonatkozásában nem érkezett ajánlat. Szatmáriné Mimici Ildikó, a bírálóbizottság elnökekkel, Tahitót falu 2018. április 23. Tehát a tarvon tekintetben az, de részletezi a KBT adott pontjáról hivatkozásra, ezt szeretném elfogadási javaslatot azt a képviselőtársaimnak. Akit ugye támogattam, te javaslatban foglaltak, azt kérem készfeltartásra szabad. Köszönöm szépen, hogy elfogadtuk. És milyen pályázat? Hát a pályázat kiírását is megküldtük a anyagban, én most ezt nem részletezem, nyilvánvalóan, és akkor nagyon szívesen fog tájékoztást. Készítettünk egy előterjesztést, ugye a beadási határidő az 2018. május 2-a, tehát a szerdai napon kell ezt az anyagot benyújtanunk. Amennyiben ma a döntés születik ki, megpróbáljuk a holnapi nap folyamán ezt beadni. Nem szeretnénk a szerdai napra halasztani, de ha valami oknál fogva ezt nem tudjuk holnap, akkor szerdán mindenképpen ezt szeretnénk rendezni. Tehát másodikán 16 óráig kell az EBR rendszerbe az elektronikus feltöltést eszközölni. Ugye két javaslatot kell, határozatot kell elfogadnunk. Egyikben ugye, hogy indulunk-e a pályáztól, ez az első része, nyilvánvalóan összefügg a második része, de külön határozatban kell ezt elfogadnunk. Azt szeretném képviselőtársaimtól kérdezni, van egy kérdés a pályázattal kapcsolatban, ez ma véglegesítődött a műszaki tartalom, és ennek megfelelően került a terjesztésre az anyag. Más. Jó, tehát a legsatai javaslat ugye a pályázat történő indulást utal, a leírtak kapcsolatban nincs kérdés, akkor szabadásra bocsátom, aki tudja támogatni a javaslatban foglaltakat, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, hogy elfogadtuk. A második a javaslat ugye az önrész biztosításáról rendelkezne. Ez gyakorlatilag a 19 évi költségvetésre nyúlna át. Nyilvánvalóan ez egy előlegzett költségvetési bizalom, de ugye mindaddig, amíg a támogatás összeesnek kell aláírása, bármi más egy döntés is hozhat a képviselőtestület. Tehát nem egy véglegesített elköltséget jelent, de egyfajta opciót jelent a kormány számára, ha és amennyiben 19-ben ez a pályázat nyer, és megvan a megfelelő rész, akkor tárgyalói szervis aláírását követően a teljesítést végrehajtjuk. Tisztelt érzem, hogy van-e később társadalmi kérdése. Nincs, aki ugye támogatna hatályosabban foglaltakat a Villám utca pályázat kapcsán az önrész biztosításáról, a 19 évi költséget is, de elér azt kérem készfeltartásra szavazzon. Bocsánat. Köszönöm szépen. Rendben vagyunk, ugye? Jó. Tehát az az ügyet. A tulajdonjogi ügyre térnénk át, hogyha nincs a képviselőtársaimnak más. Itt a tulajdonjogiben 15 kérdéssel kell foglalkoznunk, eléggé sűrű, de egyébként alapvetően a testület számára ismert kérdéseket szól, de ugye nyilvánvalóan döntéseket igénylő és az feltételező kérdésekre kell a testületünknek reagálni. Az első részben a cselekedési szolgálatnak a beszámolóját küldtük meg. Ezt én azt gondolom, hogy mindenkinek volt módja elolvasni.
gyakorlatilag ezzel rendben vagyunk. Ennek a pénzügyi forrás fedezeti oldalát, ezt már korábban erről döntés született, egyfajta szakmai beszámolót láthattunk, ahol taglalja a mellékletben, hogy hány ellátás, hány órában történik, ki hogyan vesz ebben részt. Én azt gondolom, hogy ezzel rendben vagyunk. Azt szeretném kérdezni, hogy a családsegítő szolgált beszámolójával kapcsolatban van-e valakinek kérdésem, kiegészítésem. Aki el tudja fogadni a családsegítő szolgálat beszámolóját, azt kérem kézfeltartásra szavazzon. A Figyelj Rám alapítvány beszámolójára ugyanez vonatkozik. Ugye a Figyelj Rám alapítvány is rögzíti azokat a sarokszámokat ugyanúgy a mellékletben, mint hogy a családsegítő szolgálat. Én azt gondolom, hogy ez rendben van, működik. Ha ebben van bárkinek, vagy nektek, Erzsé, akkor arra kérlek, hogy jelezzétek irányomba, hogy akkor operatívan tudjunk, de tartjuk a kapcsolatot tekintetben, tehát egyeztetünk, hogy ez, azt gondolom, hogy ez rendben működik. Hát tiszteletre kérzem késő társaimat, hogy a Figyelj Rám alapítvány beszámolóját, ha nincs kérdés persze, vagy kiegészés, vagy megjegyzés, el tudjuk-e fogadni, aki el tudja fogadni, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen. Egy önkormányzati ez ismerős ez a helyszín, ugye ez a Elekfi utcában helyezkedik el. Gyakorlatilag ugye itt a rajzon pirossal közölt rész, ez az önkormányzati terület. Egyébként még néhány fotót. Tehát ez a terület, ez nagyjából így helyezkedik el, és hát azt kell látni, ez az utcafront, és gyakorlatilag itt négy ingatlan visszavásárolta valamikori vagy a tulajdonosa, és ugye ez egy megosztott, három része megosztott terület volt, és annak idején ahhoz, hogy ez a három rész megközelített legyen, és legyen közút kapcsolat, az önkormányzat végzett egy szolgalmi utat, illetve egy utat, hát nem is egy utat, hanem egy közvetlen hozzáférést hozott létre. Ezt korábban a tulajdonos ingyen kérte vissza szolgáltatásra, majd 200.000 forintot ajánlott föl, és tekintett arra, hogy önkormányok, hogy a kataszterben nyilvántartott önkormányzati tulajdont csak megfelelő hatósági értékbeesés alapján végezhetünk, így elvégeztettük. Egyébként ennek az összege, ez 30.000 forint volt ennek a szakvéleménynek, amit itt láttok, de ez kell ahhoz, hogy gyakorlatilag az önkormányzat az megfelelő jogbiztonságban tudja értékesíteni az ingatlan. Hát egyébként ez számunkra egy abszolút használatlan terület, és a szakvélemény itt bruttó 420.000 forintot állapított meg, de én azt gondolom, hogy ez egy elegáns összeg hát ennek a területnek az értékéhez képest. Tehát ezt ebben kellene első kérdésben döntenünk. Tehát eznek a területnek a eladásáról van szó, ami egyébként itt le van kerítve ennek a résznek. És ennek megfelelően készítettük el, és erre küldtek egy vételanyagot, és ennek a hatályos javaslatát pedig ennek megfelelően. Van-e kérdés, Tamás? Ez most így van. Hát a törzs vagyonból történő kivételnek feltételek, hogy egy ilyen alátámasztó dokumentum lehet, hogy valójában egy igazságügyi érték szakértő adhat erre autentikus választ, ami minden körülmények között biztonságot ad számunkra, hogy a önkormányzati vagyont azt nem jó gazda módjára, hogy plasztikus legyek, értékesítjük. Van egy kérdés? Aki tudja támogatni a hatályosodban foglaltakat, azt kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, hogy elfogadtuk. Hát. A következő szintén egy önkormányzati ingatlanért, ez pedig fönt van, ez is szintén a TAI település részen,
a Ereszvény utcában, a Találom közzel szemben. Erre is készítettünk úgyhogy 30 000 forintért egy értékbeslést. Tamás bólogat, hogy ilyen olcsó, ugye? Hát ez a gáttól egy régi kapcsolat, nagyon korrekt, elegáns kapcsolat, úgyhogy és soron kívül ezt elvégezt, és ugye ott itt ugye van egy vételi ajánlat erre a területre vonatkozóan, értékbeslés. Ugye, hát erről a területről van szó, ez tehát itt állunk most kint, ahol a Pulzol van, itt vagyunk kint az Elek utcában, és ez megy föl talán közben szembe. Szembe, ez fölfele a külső nyulas fele megy föl. Ez az ingatlan. Nem ilyen mutatok térképvázlatot. Egyébként ennek a felek el van eleven kerítve, és aki elkerítette, annak ajánlottuk föl megvételre. Erre beérkezett, csak emlékeztető korábban, 1 200 000 forintért vételi ajánlat, és ugye hát ennek is a törzsvagyon értékéhez igazodnunk kellett, és itt gyakorlatilag 1 200 000 ajánlottak, itt pedig az értékbeslő 1 579 000 forintot állapított meg erre a területre. Igen, tehát ez a nyíla jelölt rész, ez a vékony, hosszú telekről van szó. És ugye itt ez a felső ingatlan tulajdonos, ez nyújtott be vételi ajánlatot a megjelölt összeg tekintetében. Tehát, és itt van gyakorlatilag elkerítve, és így ez a területhez kapcsolódik. Ugye itt van a Találom köz, kicsit följebb van, itt van a Találom köz, és akkor itt van ez a rész. Egyébként ez mindig problémás volt, mert azon kívül, hogy a gyomtalanítani kellett a gazt, szedtük be, és gyakorlatilag az önkormányzat számára ez nem kisebb értéket, de nyilvánvaló, hogy egy ilyen eljárás menetében került sor adásvételre, és ennek megfelelően kaptuk meg a vételi ajánlatot, illetve a határozati javaslat, ennek megfelelően fogalmaztuk meg. Tehát ennek az ingatlannak a vételára az 1 579 000 forintot tenne ki. Ez lenne a dokumentumok alapján a lehetőség, és gyakorlatilag egy korábban már szó volt erről a területről, próbáltuk ezt értékesíteni, de akkor ez nem jött össze, sokkal kevesebb árja, de én azt gondolom, hogy ez itt most jó generálta a két ajánlat egymást. Van egy kérdéstek? Hatályjavaslatban foglaltakat tudjuk támogatni? Aki tudja támogatni hatályjavaslatban foglaltakat, azt kérem készfeltartásra szavazom. Köszönöm szépen, hogy jól elfogadtuk is. Egyébként cél is volt, hogy ebben a költségvetési évben az ilyen értéktelen ingatlanokat szedjük össze, mert azon kívül, hogy karbantartási gondokat jelent, más helyen nincsen, más eredmény nincs. Igen, itt egy közszeretnek a elnevezésére jött be egy határi javaslat, ugye az érintett helyrész számnak Vizes utca elnevezést adnánk, ez a kollégák készítették elő ez a határi javaslatot, tiszteletre kérem később a társaimat, hogy van-e kérdés. Aki határi javaslatban foglaltakat támogatni tudja, ha nincs kérdés. Misi, parancsolj! Kérdezném, hogy ki a névadó, mert a múltkor a felső szélükben is ilyen szénaszalma utcákat sikerült elnevezni, amit utána módosítottunk nyilván. Hát névadó... Ilyetre nem módosítottunk, hanem az első döntésnél azt mondtuk, hogy ne az legyen. Hát ilyen névadó bizottságról is nem tartottunk. Nem, csak az... most nem is azt vártam, hogy megnevezed a névadót, csak egy kicsit olyan... Az egyik kolléganő megpróbált éleszkedni a akkor... névadásnál, ismerjük ismert kolléganő, aki általában próbál olyan utcaneveket, ami már... Hát Fűzfa az van ott is, meg Emitt is, meg hogyha Fűzes utca, akkor a ittenieknek az inkább ez a terület jutna eszébe, mert itt volt a Fűzes valamelyikor. Ott meg valamiért a Nagy Dunához, ugyanis ez a Tordák dűlőnek a Nagy Dunai oldala. Igen. Tehát én mondjuk el tudtam volna képzelni egy Nagy Duna utcát, vagy Nagy Duna sort, vagy mit tudom én, de most, hogyha muszáj elnevezni,
Én most kérdeztem, tehát én most feladtátok a leckét, de... Nem, csak ezért, mert... Nem, én elolvastam, még én a megnéztem. Múltkorinál vertek ki a biztosítékot, ez a Széna utca, Szalma utca. De ez az üzes jó lesz? Tessék? Nem, már van, olyan ne legyen, amilyen már van. Hol csugár például? De Fides utcán nincs még. Most az, lehetőség kínálkozik, hogy most legyen. Nincs jelentőség. Nincs más javaslata. Mi már tudjuk, hogy majd a következőnél odafigyelünk. Rendben van, köszönöm szépen. Kérdezem képviselőtársamat, hogy tudunk-e szavazni, aki a te javaslatban foglaltakat tudja támogatni. Azt kérem, készfeltartásra szavazom. Nagyon szépen köszönöm. És van viszonylag ilyen dolgokra szükség, mert ugye nyilvánvalóan most rengeteg olyan eljárásrend van a jogszabályokban, ahol utcanév nélkül már nem lehet, és házszám nélkül nem lehet különböző jogi eljárásokat végrehajtani, mert korábban lehetett egy helyrészámmal nagyon sok ügyet intézni. Igen, most már kell cím és nem véletlen van ugye a címregiszternek az alkalmazása, tehát ez egy eléggé összetett, és hát... munka. Misi parancsolj. Akkor csak annyi lenne a kérésem, hogy nyilvánvalóan ilyennel még fogunk találkozni, akkor ne terheljük a kolléganőt ezzel a dologgal, gyűjtsön össze egy csokorba néhány utcát, aztán nagyon szívesen például a bizottság. Jó, rendben van, törekedni fogunk rá. Köszönöm szépen, Misi. Együtt egymásért Dunakanyar Egyesületnek van egy kérelme, ezt megküldtük, egy sportnapot szeretne rendezni. Én átküldtem az anyagot, egy családi sportnap, ugye ez a Dunaparton kerülne megrendezésre, a jelzett időpontban és a jelzett körülmények között. Az önkormányzat irányába küldött egy kérelmet. Én elkészítettem egy határi javaslatot. Azt szeretném kérdezni, hogy képviselő társamat, hogy van-e kérdés, vagy a határi javaslattal kapcsolatban más döntés. Ezt szeretném kérdezni. Miklós, parancsolj. A kérelemben én úgy értelmeztem, hogy az eszközöknek a teljes körű, hát hogy mondjam, szervírozása és felállítása és bontása is önkormányzati dolgozókat érint. És ez egy régóta fennálló probléma, hogy azok a dolgozók, akik egyébként is eléggé le vannak terhelve, nekünk is jó pár olyan rendezvényünk van, ami ugye hétvégére vagy ünnepnapra esik, és hát olyankor nyilván ők működnek közre. Hogy esetlegesen ezt nem lehetne úgy megoldani, hogy ők ebből kimaradjanak, tehát az eszközöknek a szállítását szívesen odaadja nyilván az önkormányzat, de a szállítását meg a egyéb dolgokat, ezeket megoldja a szervezet. Bármelyik szervezetről is van, tehát teljesen mindegy, melyik szervezet, nem a szervezet a lényeg egyáltalán. Ugyanis az a gyakorlat, hogy az a fizikai állomány ezeket a plusz napokat, ezeket ilyen lecsúsztatással kénytelen esetlegesen korrigálni, amit nem biztos, hogy ki tud venni. Mert annyira le van terhelve, tehát azt hallom, hogy a szabadságokat is alig-alig tudják kivenni, tehát igazándiból az lenne a megfelelő szerintem, hogyha ezekre a plusz időszakokra, ezekre ők, hogyha akarnak jönni, akkor bért kapjanak. És döntsék el, hogy most ő akar jönni, a család engedi, nem engedi, kell a plusz pénz, nem kell. Egyszerűen mindenkor ezt szerintem lehetne rendezni. Tehát ez nem kimondtam, ezt a rendezvényt érinti. Folyamatosan jönnek ilyenek, és hát ők azért le vannak terelve rendesen. Misi, parancsolj! Szeretnék három sort idézni ebből a kérelemből. Az alábbiakban kérnék még segítséget önöktől, tehát még. Színpad, lépcsők, sörpadok, asztalok, műanyagszékek, sátrak, két darab hosszabbító, segítség. Sátrak felállítása, összepakolása, segítség a fesztiválpark területén, a színpad szokásos, színpad a szokásos helyen. Nekem ezzel van bajom, tehát egy civil szervezet az addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér. Tehát azt gondolom, hogy
mi a civil szervezetek támogatásánál is azt az elvet fektettük le anno annak idején, hogy azok az rendezvények, amik valamilyen módon kapcsolódnak a település életéhez, és ez kapcsolódik egyébként, tehát nincs ezzel semmi bajom. Csak valóban, bocsánat a szóismétlés, valóban kapcsolódva a Miklós gondolatmenetéhez, a mi embereink tényleg le vannak rendesen terhelve. Tehát lassan nem lesz egy olyan hétvégéjük, amikor valamiféle rendezvény ne legyen a településen, és én nagy tisztelettel megkérem az összes civil szervezetet, hogy még egyszer ismétlem magam, addig nyújtózkodjon, ameddig a takarója ér, és ezeket a dolgokat akkor próbálja meg megoldani önmaga, ugyanis én azt gondolom, az is nagy segítség, hogyha mi ezeket az eszközöket odaadjuk. De ezek az emberek, még egyszer hangsúlyozom, elég rendesen le vannak terhelve a saját rendezvényeinkkel. Most ha megnézzük az eseménynaptárt, akkor az is elég a mi embereinknek. Most ehhez képest még jó néhány olyan dolog van benne, ami állítólagos civil szerveződés által rendezett dolog, de bocsánat, itt amit felolvastam, alapvetően az önkormányzat rendezi ezt a dolgot. És én ezt most nem fogom támogatni. Tehát az eszközöket minden további nélkül támogatom, de az embereink úgymond igénybevételét nem fogom támogatni. Egyszer el kell kezdenünk ezt a dolgot. Köszönöm szépen. Tisztelt kérdezem, van-e még hozzászólás? Bővi, parancsolj! Rövidet szeretnék én is. Ugye most a Majálisnál már itt az első alkalom, amikor szintén le van terhelve a fizikai állomány, és a civil szervezeteink, akik működnek, én örülök, hogy ilyen szép számmal vannak, és elég nagy tagsági létszámmal rendelkezik némelyik. Tehát mozgósítsák a tagokat ezekre a munkákra, megfelelő taglétszámot, és oldják meg. Tehát az, hogy kitalálunk egy rendezvényt, és majd az önkormányzat lebonyolítja, ez nem igazán etikus, én úgy gondolom. A másik meg az, hogy a fizikai állomány, még ha ki is megy és segít, annak a bérét, annak a túlóra pénzét ki fogja kifizetni, akkor ez is az önkormányzat terhe lesz, vagy kié? Tehát a civil szervezet nem is adhat nekik egy az, mert nem szabályos, csak az önkormányzat fizethet. Tehát itt azért kérdések merülnek fel ebbe is. Még egyszer csatlakozva Miklóshoz, Misihez, én is úgy látom, nagyon le van a fizikai állományunk terhelve, kicsi a létszám is, nagyon nagy a település, nagyon sok munka van, nagyon sokszor látom őket hétvégén hadrendbe állni, akár nagy esőnél, akár a szemét szedésnél, akár bármilyen önkormányzati rendezvénynél, nemzeti ünnepeknél, mindig hadrendben vannak. Tehát én úgy gondolom, nekik is kell olyan hétvége, amikor családdal vannak, otthon vannak, és hogyha ő úgy gondolja, hogy ennek ellen mégis tudja vállalni, az az ő döntése lehessen, hogy vállalja, vagy nem vállalja ezt a plusz terhet a településért, vagy annak az adott civil szervezetnek. Én ezt szerettem volna. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Más? Én annyit tennék hozzá, hogy én magam is minden a fizikálme leterhelését abszolút minden egyetértek, de látni kell, hogy nincs olyan civil szereti rendezvény, ahol ne venne vész az önkormányzat. Azért látni kell. Egy-kettő. De én azt mondom, hogy jó, Misi, el szeretném mondani, jó, látom. Tehát én azt mondanám, hogy ez egy tömegsport rendezvény. Én azt gondolom, hogy önmagában ez egy támogatott tevékenység, aztán el lehet azon gondolkodni, hogy ilyen mennyiség infrastruktúra szolgáltatást mi győzünk-e, bírunk-e. Én magam is azt látom, hogy most gyakorlatilag ugye vasárnap lesz a vasárnapi vásár, aztán egy nap szünet, aztán ugye ott van a Majális, aztán utána a következő hétvége, tehát tekintett arra, hogy miután gyakorlatilag majdnem minden rendezvényen ott vagyok, sőt minden rendezvényen ott vagyok, tehát nagyon jól látom a gyerekeknek a mozgását, akár állami ünnep, amit elmondasz, berendezni, kirendezni, úgy, hogy hétfőn már tudjanak az iskolások menni. Iszonyú nagy az állománynak a leterheltsége, mert bármit csinálni kell, önkormányzat. De most félreértsen senki, ez nagyon sok egyéb rendezvényre is vonatkozik. Tehát a kiállítások, a paravánok, a szállítás, minden hétvégén van, tehát is rengeteg a program. Azt át kell gondolni esetleg a rendezvény naptárnak majd a következő évben a összeállításakor, hogy mi az, amihoz tudunk biztosítani ilyen jellegű támogatást, mi az, amihez nem tudunk biztosítani, mert tehát én ebben a kérdésben most azon kívül, hogy sajnálom a gyerekeket, azon kívül nem tudok lelkemben sem ide vagy oda igazságot tenni. Ezért kell
ezt ezen okulni, és meg kell nézni a következő évi esemény naptárunkat, hogy mikor, mit és hogyan. Mi az, ami támogatható, és így is kérjük be a következő évben a civil szervezeteket a tárgyalásait, vagy a támogatását, hogy igen, az a civil szervezet, amely valóban ezt meg ezt a rendezvényt megtartja, azt akkor végezz el önerőből teljes mértékben. Ez vonatkozik Erdélyre, vagy bármire. Mert egyébként ez nagy munka felállítani, utána este meg lebontani ezeket, mert ugye nem hagyjuk ezeket az eszközöket nyilvánvalóan ott. Tehát én megmondom őszintén, hogy mindenkinek igaza van önmagában ebben a kérdésben, csak ugye vele sodrottunk egy stációba, most el kell dönteni, hogy ezt most vagy korrigáljuk, vagy javaslatunk, vagy a jövőre tekintve egy más megoldást nézünk, mert egyébként éppen tennap mondtam, az Istvánnak is meg is mondtam nekik, hogy ugye most május 1-ig a munkaünnepét ünnepeljük, és gyakorlatilag az egész fizika állományunk robotol reggeltől estig. És ezért mondtam, hogy minden fizika állományt hívjuk meg, legyenek ott, és lássuk a fizika állományunkat vendégül. Tehát, hogyha már róluk szól a történet, és akkor egy kicsikét segítsünk, mert mi is magunk is az ő munkájukban mondjuk a berendezéskor. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy elegáns dolog lenne a részünkről, és talán ez egy követhető dolog lenne, mert nyilvánvalóan civil szervezetek nem rendelkeznek olyan infrastruktúrával, mint mi, tehát szállító járművekkel, de akkor igenis, akkor a különböző olyan jellegű, akkor nem 6 ember kell adnunk, hanem csak egyet, aki mondjuk irányítja a színpadnak a felállítását, és akkor nem 5 embernek kell ott lenni részünk, hanem csak egynek. Mert egyébként amikor mondjuk Monostorban, ugye valamikor ők adnak sörpadot, valamikor mi adunk színpadot, vagy sátrat, itt egymásnak adunk kölcsön, akkor gyakorlatilag csak a színpad szakszerű felállítása okán van, csak ott tőlünk egy ember, vagy nincs is. Tehát én ezt szeretném mondani. Misi, parancsolj! Végül is elmondtad azt, amit én is szerettem volna mondani. Pontosan erre gondoltam én is. Tehát a civil szervezet az akkor vegye a fáradtságot, és keresse meg azt az embert, aki tud nekik segíteni abban, civilként, hogy felállítsák ezt a sátort. És egyébként én nem erre az egy civil szervezetre hegyezném ki ezt a dolgot. Én korábban is elmondtam, hogy most elnézés a kifejezésé, minden szervezet egy bizonyos testrészével úgy veri a csalánt, hogy a sajátjával, ne pedig máséval. Tehát én a többi civil szervezetre is azt értem, azért az viszont nyilvánvaló, hogy azok az rendezvényeink, amikbe egy civil szervezet és önszántából az önkormányzat is rendező, az azért, tehát advent meg hasonló, nehogy összevonjuk ezeket a dolgokat, mert ezt az önkormányzat ugyanúgy társrendezőként benne van. Itt viszont idézőjelben meg lettünk szólítva társrendezőként, úgyhogy csináljuk meg ezt a bizonyos dolgot, és akkor legyünk boldogok, mert társrendezőként ott vagyunk. Félretés, ne essék, én nagyon örülök, hogy ilyen rendezvények vannak a településen, de most már nem fogom ötödször elmondani, hogy milyen módon rendezzük ezeket a rendezvényeket. Én is szeretnék, hogyha meglettem. Parancsolj, István! Az advent, azért mondom, hogy már én érzem az áthallást, csak azt szeretném mondani, hogy az advent az egy hétig tart, és általában hétköznap segítenek egy pár paravánt felállítani, vagy újrafesteni az emberek, szóval nem tudom, a maga... Nem, téged Sanyira reflektálok, hogy én érzem, hogy néha kell segíteni, hogy... De hogy mondjam, az más, amikor hétvégén is, itt Misi is, Miklós is be is azt mondja, és én is úgy hallom most már, hogy sok hétvégig le van foglalva, és na, ez, ha belefér a munkaidőbe, és felállít 10 perc alatt, 20 perc alatt két ember egy paraván, vagy segít, köszönjük szépen, mert társrendezők vagyunk az adventbe, de ez nem az, a kettő nem egy, na, ezt akarom mondani, nem lehet összemosni mindent, mert akkor nem jutunk sehova. Parancs, köszönöm szépen. Jó, nem akartam áthallást. Akkor úgy fogalmazok, hogy gyakorlatilag nincs olyan rendezvény, amiben ne lennének ott a fizika állományunk a településen. Nincs olyan rendezvény. Zoli, parancsolj! Sok-sok évvel ezelőtt én készítettem egy olyan papírt, nem is tudom, mi volt a címe, egy ilyen bérbeadásos megállapodás azokkal a szervezetekkel, vagy bárkivel, akinek kölcsön tudjuk adni az önkormányzatnak a kölcsönadható felszerelését, amit mi is úgy gondolunk, hogy kimerünk adni, felelőssel, határidővel,
és akkor tényleg csak egy ember kéne arra, aki ott vigyázza, és akkor megmondanám, hogy gyerekek, ez van, ezt tudjuk kölcsönni, szívesen kölcsönadjuk, de nem állítjuk föl, nem mi visszük el, hanem innen elviszitek, oda-vissza hozzátok. Szerintem nem, nincs már meg az a papír, de érdemes lenne egy ilyen szerződésszerűséget felállítani, és a helyiek, kizárólag a helyieknek felajánlani ezt a lehetőséget, hogy rendezvényük van, akkor ezt használhatják. És jó ötletnek tartom azt, hogy amikor a rendezvénynaptárt állítjuk össze, akkor nyissunk ennek egy plusz oszlopot, hogy melyik rendezvényhez milyen mértékű, milyen arányú önkormányzati segítséget várunk, és ezt előre minden civil szervezettel kössük le, és évközben akkor ezeket a kéréseket azt gondolom, hogy teljes lelki nyugalommal el tudjuk utasítani, mert a vállalásunkat évelején rendezvénynaptár megtesszük. Két pont talán lenne valamiféle előrelépés abban, hogy nem kell itt nyekengenünk ilyen kérdéseken. No. Abszolút egyetértek. Böbi jelentkezett, és egyébként a pénzügyi bizottságon szó is lesz egyébként, mert egyik napirendi pontja a ilyen jellegű bérbadásoknak, úgyhogy én szerintem azért lenne elegáns, mert akkor évelén akkor tisztán mindenki látja, hogy mire számíthat egy új költségvetési évnyitás, egy új feladatrendszernyitásra, és akkor nem is kell gondolkodnunk két percig sem ilyen kérdésen, mert megvan a bérbadás, bérbevételnek a feltétele, és kész, ennyi. Böbi, parancsol. Igen, valóban, ahogy polgármester is elmondta, készült ilyen tervezet, új Laki Anikó állította össze bérbeadás, illetve kölcsön beadási szerződésekről. Ennek a gyakorlati alkalmazását fogja majd a bizottság vizsgálni 8-án, hogy hogyan tudjuk alkalmazni, bevált-e, mit kell rajta esetleg módosítanunk, hogy hasznos legyen. A másik egyetlen egy mondat, az tényleg most már ezen túl kell, hogy lépjünk túl. Azért minden civil szervezet olyan rendezvényeket tervezzen, és olyan eszközállománnyal, amit biztosítani tud részben. Tehát olyan nagy volumenű rendezvények, amihez a teljes önkormányzati tárgyi eszköz szükségeltetik, azért ezen el kellene gondolkozni. Meg az emberi állománya. Ténylegesen egy ekkora színpad, egy teljes színpad fölállítás oda szükségeltetik. Ha igen, akkor meg tudom-e oldani, hogy én fölállítom, összerakom, és azért ezek, valljuk őszintén, ezek az eszközök az egy idő után kopnak, stb. Problémások lesznek, tehát azért ezt is át kell gondolni. Ezek értékek nekünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tamás, parancsolj. Köszönöm. Abszolút egyetértek Böbével és a Zolival, sőt, magam is láttam ezeket a blanketta, úgymond blanketta szerződéseket, kár, hogy nem alkalmazzuk. Jó, ez egy dolog, ez a jövő. Most ezzel a konkrét esettel kéne foglalkozni. Én azt hiszem, azzal értek egyet, hogy bár nem értek mondjuk ahhoz, hogy hogy kell felállítani egy színpadot, nem tudom, milyen szakértelmet igényel. Vélhetően ennek a civil szervezetnek ehhez nincs meg a megfelelő szakértelme. Legalább egy embert kéne állítani. Ennyit. Tehát azt úgy gondolom, hogy valóban. Tehát arra tudunk azt hiszem vállalni egy kötelezettséget, hogy egy szakembert biztosítunk, hogy felügyelje ezt az egészet. És úgy érzem, hogy ez a civil szervezet viszont létszámilag áll úgy, hogy meg tudja ezt oldani, ezt a installálást. Miklós, parancsolj! Én nem gondoltam volna, hogy ez a felvetés, ez ilyen népszerű lesz a képviselőtársaim körében, de nagyon örülök neki. Azért örülök, mert azt hiszem, hogy ahogy a falu kinéz, az nagyon nagy mértékben köszönhető a fizikai állomány munkájának, és ahogy meg a helyzet alakul, egyre jobban meg kell becsülnünk nekünk is ezt az állományt, mert nagyon nehezen fogjuk tudni pótolni, és mindent meg kell tennünk azért, hogy azok az emberek, akik egyébként jó munkát végeznek, és évek óta itt vannak, azok maradjanak is itt. De nem látok más lehetőséget számunkra. Köszönöm. Nem baj egyébként, hogy ezzel a kérdéssel foglalkoztunk, legalább ez felszínre hozza azt, ami egyébként még így is feszített, mert emlékeztek, mert tavaly is feszített minket ez a probléma, és egyébként egyetértek a valamikorra, hogy és egyébként nagyon sok projekt kapcsán, sok vállalkozónál is, hogy iszonyú nehéz jó munkerőt találni, és tényleg ráadásul ugye most két fiatalembert, ugye ketten elmentek nyugdíjba, két fiatalembert sikerült fölvenni, és nagyon jó lenne ezeket megtartani, hogy hosszú távon, mert
azért mégis a fiatalos lendület, és látom, az egyik az úgy dolgozik, hogy az, tehát és ezt szeretnék is most egyébként ilyen gépkezelői tanfolyamra elküldeni, mert ugye most gyakorlatilag ugye csak a Gábor maradt egyedül a nagyobb munkagépekre, tehát elküldjük, három embert is elküldünk most egy ilyen gépkezelői, meg egyéb tanfolyamra, homlokrakodóira, meg ami szükségeltetik. Ezt föl kell, az is szerintem egyébként mindenki sok igazságot mondott, ezt összerakjuk egyébként, akkor a jövőre való tekintet egy jó dolog is kisülhet belőle. Figyelme véve, amit elmondhatok, én azt szeretném javasolni, hogy én megbeszélem a szabadossal, hogy a minimálisan szükséges létszámot biztosítása mellett. Tehát nem 5, 6, 7, 8, 10 ember, hanem, na most ugye itt megint jön a praktikai kérdés, ugye ezt föl kell rakni a teherautóra, le kell szedni, de mondjuk a főrakás, lerakás, de ez minimum két embert kell tőlünk, tehát... Tehát ez kettő. Jó, tehát ez, és akkor... Ezzel a feltétellel, hogy két ember... Tessék? Mondhatom? Mondjad. Tehát én azt gondolom, hogyha ezt elmondjuk érthetően a civil szervezetnek, hogy gyerekek, ez a gondom, van két Markos legény, aki tud segíteni, és biztos, hogy lesz két Markos Persze. legény. Tehát, tehát együttműködés, azt szerintem semmi akadály nincs neki. Jó. Tehát... Igen. Igen, ez a bemelegítés és a levezetés. Jó, tehát feltételekkel, aki támogatja, tudja, kérem a foglaltakat, azt kérem készfeltartásra. E feltételekkel, amiről beszéltünk. Hát valamit elhangzott, hogy a két eszközt biztosítunk, Két fő. És a jövőt pedig majd megint. Mert van önként jelentkező is. Nem, egyébként van, mert egyébként zömében nem szabad napot kérnek, hanem zömében bérelést kérnek, de az is egyébként terhet jelent számunkra. Tehát ez is, hát így van. Hát igen, ezt majd beszámítjuk a következő évi pályázatnak az elbírásában. Hadd kérdezem, hogy egyébként, amikor ilyenre van szükség az önkormányzatnak, akkor a munkavállaló az gyakorlatilag választhat, hogy szabadnapot kér a ledolgozott órák helyett, vagy szabad időt, vagy pedig bérezést? Igen, ezt megkérdezzük minden alkalommal tőlük. Csak a fizikaiak kaphatnak. Igen, arra. A pénzt kezdjük ott. Tehát ja, igen. Igen. Ez csak rájuk vonatkozik. Igen. Mert jó, köszönöm szépen. Mi sajnos nem. Zárulják. Jó, szavazzunk, akkor tudunk szavazni a feltételekkel. Aki tudja támogatni, akkor kérem készfeltartásra szavazzon. Köszönöm szépen, egyhangulag elfogadtuk. És akkor legyen ennek egy nyitánya a pénzügybizottság ülés, akkor azt szeretném kérni Bővi tőled. Mert olvastam el az anyagaidban, hogy ez, és én ennek örültem is magam részéről.